Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Az a jó hírünk, hogy nem férünk be. Az a rossz hír, hogy lent a földszinten 60-as évek rockzenéjét játsza majd egy zenekar, úgyhogy ez lesz az alátestés majd a holokauszt történetekhez, de reméljük, hogy nem lesznek hangosabbak, mint a nagyszerű zsebzenekarunk. Hadd szóljak pár szót erről az elmeséletlen történetek projektről, amit ugye a közönség nagy része biztos tud már, és a könnyök helyen ki, de hadd mondjam el a többiek kedvéért. Majd a 2000-es éveknek a legelején jött az ötlet, hogy milyen keveset tudunk mi a zsidó élet női feléről, hogy hogyan éltek a nők a háború előtt, hogyan éltek a kislányok, milyen volt zsidó iskolába járni, milyen volt a háború alatt bujkáló zsidónak lenni, vagy egy gettóba lenni a szülőkkel, milyen volt a háború után rejtőzködő zsidóként élni Magyarországon, vagy emigrálni, vagy aliázni. Hát mindezek a történetek nincsenek megírva a női oldalról. És hát tulajdonképpen hát sosem volt pénzünk, sosem volt egy pénzes szervezet mögöttünk, hanem egy szájhagyomány útján terjedt el gyakorlatilag, azt hiszem csak egyetlen egy kis felhívást tettük közé a Szombatban a 2000-es évek elején, hogy érdekelnének ilyen történetek, és egyszer csak elkezdtek áradni a történetek. Úgyhogy az első barátoktól jöttek, túlélőktől, és aztán a barátok barátaitól, a túlélők gyerekeitől, és így született meg a Sors Kávénak az anyaga. Először mi nem könyvben gondolkoztunk, hanem hát azt gondoltuk, hogy csak felolvassuk egymásnak a történeteket. És kávéhoz talán vannak köztetek, akik emlékeznek, hogy a Zsidó Múzeumban volt az első felolvasó, ezt 2002-ben, aztán különböző kávéházakban egy részük már nincs is meg, másik részük megvan, volt 5-6 felolvasás, közben kis zene, és kiderült, hogy hatnak ezek a történetek, és több generáció jött el, 3 többnyire. És ebből jött az ötlet, hogy talán ebből kéne kötetet csinálni, mindenféle pályázati pénzekből összejött a Sors Kávé anyaga. Hadd mondjam el azt is akkor, hogy a Sors Kávé Vera Meises történetének a címe, ebből lett az utolsó pillanatban a kötet címe, mutassam a Vera Meises, aki Tel Avivból repült most ide, ebben a kötetben is szerepel. Igen, szóval a Sors Kávét neki köszönhetjük. Azt nem árulom el, hogy mit jelent a Sors Kávé, mert a Sors Kávét is árulja kint a novella kiadó, úgyhogy érdemes megvenni és elolvasni. És aztán, hiszen ez a kötet viszonylag sikeres lett, hogy még a saját pályázati pénzünkből még tudtunk fordítókat felkérni, akik lefordították a könyvet, és nem sokára a német partnereink is beleszerettek az angol anyag alapján a gyűjteménybe, és kiadták németül is Berlinben. Ez a német kiadás az még jobban fogy, saját szememmel láttam most márciusban, amikor egy konferencián kint jártam, hogy ötössével vették az a konferencia résztvevőjét. Na és közben, miközben azok a történetek gyűltek, akkor jött az ötlet, hogy van egy olyan szelete a zsidó női életnek, amiről nagyon keveset tudunk. A Virginia Woolf azt mondja, hogy mindnyájan az anyáink hatására, vagy az anyáink ellenére lettünk azok, amik már mint mi nők. És hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, de még izgalmasabb, amit néhány holokauszt történetben olvastam, elsősorban először is az Ember Máriánál, aztán másodszorban Magyar Judit Isaacsonnál, mind a ketten az édesanyjukkal együtt voltak deportálva a lágerben. És azt írja az Ember Mária, hogy amikor hazajöttek, borzasztóan nehéz volt az anyalány viszont ott folytatni, ahol abba hagyták, ugyanis az a 14 éves kislány lett a felnőtt kettőjük között a családi lágerben, ahol voltak, ő tudta feltalálni magát jobban, az anya nem nagyon tudta ebben az új helyzetben, hogy mit is kell tenni és hogyan. És nagyon nehéz volt, hogy megint gyerek szerepbe kerül, amikor hazajöttek, tehát feszült lett a viszonyuk. A Magyar Judit Isaacson viszont egy olyan történetet mesél el, hogy az anyukája, aki végig vele volt a lágerben, micsoda erőt adott, mert mindig tudott jó tanácsot adni. És nem csak a lágerben, hanem amikor felszabadultak, és amerikai katonák szabadították fel Buchenwald egy melléktáborában, Lichtenauban, és egy amerikai katona minden nap megjelent a lágerben, és csokoládét meg ennivalót vitt a szép magyar fogolynőnek és az anyukájának. Nyilván másoknak is, de főleg a Judit volt a célközönség. És többen költészetről beszélgettek németül meg franciául. És akkor 3 hét után ez az Ike nevű katona megkérte a Judit magyar kezét. És ő az anyukája tanácsára igent is mondott. Most én 2007-ben meglátogattam Juditot és Ike-ot Maine államban, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is fantasztikus a kapcsolat köztük, ez érződik két ember között, két idős ember között.
között, és igencsak. Na most Brod Dersivel, aki itt ül közöttünk, és ő is most szereplője a mostani Lányok Anyák könyvnek, évek óta együtt dolgozunk, többször voltunk együtt Berlinben, kiállítást csináltunk egy könyvbemutatón, stb. Stb. És Erzsi mesélte nekem, hogy az ő táborukban, ők is amerikai katonák által szabadultak föl, Wuhan vált egy másik altáborában, Allendorfban, és hogy neki is van története az amerikai katonákról. És nagyon-nagyon könyörögtem neki, hogy írja ezt a történetet. Először egy másikat adott a kötetben, most mind a kettő szerepel, de borzasztóan örülök, hogy ez is bekerült, mert ez teljesen unikum. Arról szólt, ott van a kulcsmondat, hogy milyen szerencsés volt az a fiatalány, akinek ott volt az okos mamája, és azt mondta, hogy menjél el ezzel a katonával Amerikába. De ez az a mondat. De maga az, hogy erről is semmit, de semmit nem tudtunk, hogy milyen volt egy felszabadult táborban ott élni továbbra, és hetekig, hónapokig, de nem lehetett tudni, hogy mikor tudnak és hogyan hazajutni, vagy emigrálni, hogy kinek mi volt a célja. És közben nyilvánvaló, hogy a fantasztikus nyomás után és a tragédia nyomán egy ilyen nagyon izgalmas élet kezdődött ott a fiatal lányok és fiatal fiúk között. Megérzni, mert pár cent is volt a hajunk, írja Erzsi, és már megpróbáltuk egy kicsit kicsinosítani magunkat, és újra nőnek éreztük magunkat. Na most ezek olyan történetek, hogy ezt nyilvánvalóan csak nők tudják megírni. De így jött létre ezekből az ötletekből, ezekből a szikrákból ez a kötet, hogy nézzük meg, hogy az anyák és lányok mit tudnak egymásról mondani, a közös viszonyukról. Hát ami nagyon érdekes, de nem is annyira talán, hogy lányok írnak az anyukról, és nem írnak anyák a lányokról. Egyetlen egy kivételünk van, ez a kivétel Nicole Katz története. Nicole Katz Ausztráliában él, és ő egy fiatalabb, harmadik generációból származik, és ő a saját kislányáról ír, a kislányával való kapcsolatról. Ugye egy ilyen családban nőtt föl, nem érintette a holokauszt, mert Ausztráliában született. Magyar családban, de Ausztráliában született. A kötetünkben, ami majd látni fogjátok, van egy pár író, és van sok íróember, vagyis írónő, de nem az volt itt most a fontos célunk, hogy egy irodalmi antológiát csináljunk, de mégis el kell hívnünk Radics Viktóriának, irodalomkritikusnak, aki azt írta a Soskávéról, mi látni fogjátok, itt föltettük a működtetőnknek a hátlapjára is, hogy annak ellenére, hogy nem ez volt a cél, irodalmi szövegek születtek. Sokszínűek az írások műfajilag is, ugye mi mindenkitől történetet kértünk, tehát hogy ne a teljes életüket mesék el, hanem koncentráljanak egy-egy életük egy-egy szakaszára, történetszerű legyen, aminek van eleje, középpontja, vége, de mégis van néhány írás, ami egy kicsit másmilyen, van vers is, van eszéjöveség, és egy nagyon izgalmas dialógus is, amiben Gonda Júlia anya és Turi Tímea a lánya kettesben beszélgetnek arról, hogy mit jelent, ha zsidónak lenni. Úgyhogy sok színű lett ebből a szempontból is a kötet. Azt hiszem, hogy többet erről most már nem beszélek, mindenki meg tudja venni a könyvet a bemutatók után. Most átadnám a szót Láng Júlia írónak. Idézetekkel kezdem. Anyám ügyes volt, gyors és erélyes. Anyám nem volt snob, a kultúrát a magatartásában hordta. Anyám soha nem tudta túltenni magát azon a kudarcon, amit én jelentettem neki. Odaadó, gyengéd, állandóan tevékenykedő anyánk kicsit távolinak látszott. Anyám a villámhárító volt, és a családi béke őre. Anyámmal a kapcsolatunkat leginkább a kényszeresség jellemezte. Anya feloldhatatlanul magához látszott. Anyám újra bátornak bizonyult. Anyaként sosem szerettél, anyaként csak rossz indulat áradt felőled. Anyám egész lényében elutasította az észszerűtlen dolgokat. Anyámmal az utolsó évben, amikor már szinte fel sem kelt az ágyból, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Anya utáni kutatásom egyre indulatosabb, ijedtebb és görcsösebb lett. Néha a tükörben anyuka arcát vélem felfedezni. Anya lendületes, dinamikus, mindenre képesnek látom. Anyukám alakította ki a dolgok rendjét mértani pontossággal. Anya úgy szorongott, mint egy elveszett kisgyerek. Magam is csak szoroghattam mellette. Őszinte beszélgetés alakult ki köztünk, életünkben először. Látjuk, ahány emlékező, annyiféle anyakép.
annyiféle valóságos anya, és annyiféle anya-lánya viszony. És a háttérben, vagy az előtérben, kidél, hogy hallgatások és elhallgatások útvesztőjében, ahogy az előszó szép címe mondja, a zsidó élet képei, aztán a gettó, a láger, a Dunapartra hajszolt menet, a bujkálás és szökés jelenetei, a hétköznapi élet sok apró részletével. Megrendítő adalékok a szolidaritás és a barátság erejéről, anya a lányt, lány az anyát, nővér a nővért, vérszerintét és lágertestvért ment meg, pusztán azzal, hogy jelen van. Az együttlét, az egymással törődés erősíti és életben tartja őket. Többségben lányok másod vagy harmad generációs holokausztúl élők írnak, nem egyszer anyjuk szavait, jegyzeteit, naplóját csak, vagy síron túli képzeletbeli beszédét idézve, vagy éppen a nagymamájét, mert három, sőt időnként négy nemzedék üzen egymásnak. De a beszéd nem könnyű. Anyám sokat beszél, és sokat hallgat a múltról. Anya éjszakai fölriadásai, kiáltásai mögött valami sötét titok lappang, amiről én nem tudhatok. Anyám elhallgatott, ültünk a réten. Aztán még csak annyit mondott, hogy erről soha többet nem akar beszélni. Annál nagyobb teljesítmény, hogy ez a könyv beszél. Az elmeséletlen női történeteknek ez a kötete, de idézett, csak maga az elmesélés aktusa kínál meleget, a verse maga nem. Hogyan is kínálhatna, amikor a családi múlt elbűvölő meséi mindig úgy végződnek, hogy és őket is elégették. Amikor az elbeszélőnek arra a kérdésére, hogy hol van most volt az édesanyja, a kápu válaszképpen a krematórium füstjére mutat. Akivel természetes halál végzett, az meghalt. Akit megöltek, az elpusztult. A titkot fedő, szépítő szavak, a családból mindenki elpusztult a II. Világháborúban. Az elhurcolt munkaszolgálatos elment, nem jött vissza. A durva tények kimondása gyötrelmes. Ahogy az egyik emlékező nagyon pontosan mondja, eleinte szégyeltem beszélni. Szégyeltem, hogy megesedett velem, hogy nem haltam meg inkább. Szégyeltem az emberiség nevében, hogy képes volt végignézni. A csend sok családban kényszeres. Az anya karján lévő számot is hallgatás övezi. Van, ahol kóserháztartást vezetnek, van, ahol a szombatot sem tartják. A családok többsége asszimilált zsidó, felvilágosult polgár. Az egyik történetben a nagyapa meghatóan ügyelt a szép magyar beszédre. Magyarok voltak mind. Zárványos megjegyzés, fiam történészként a dualizmus kori magyar zsidóság helyzetével, életével foglalkozik, és így gyakran olvasok nála idézeteket az egyenlőség korabeli cikkeiből. És szívszorító, hogy milyen elképesztő bizalommal szeretik a hazát, és hogy mennyire magyarnak érzik magukat, mit sem sejt arról, hogy néhány év vagy évtized múlva mit tesz velük ez a haza. A szolidaritás, a barátság, sőt az apró életörömök mellett természetesen jelen vannak a borzalmak is. Az apellek, a hírek a kukorékoltatók, századokról, a munkaszolgálatosról, aki átnyújtott egy májkönyvet a kerítésre, és az őrök azonnal előtték. Vagy talán a legfájdalmasabb, a szolidaritás durván megtagadó egyes sorstársakról, mert ilyen is volt. Mégis, még a legrettenetesebb időkben is akadtam. Akadtam boldog pillanatok, mondta egy anya, nem is egyszer a anyának. Kertészimről tudjuk, hogy a naprendente Auschwitzban is szép.
Szerzőink 4 évtájról küldték írásaikat, Kibuszból, Jeruzsálemről, Párizsból, Torontóból, Sydneyből és persze Budapestről. Lehet, hogy kihagytam még valamilyen várost. Van köztük író, újságíró, tanár, pszichológus, jógaoktató, mézes kalács készítő, könyvelő és még sokan mások, sokfélék. Van, aki évtizedek óta holokauszt túlélő csoportjaival dolgozik, interjúból, pszichoterápiás segítséget nyújt, és jó néhányan rendszeresen emlékbeszédeket tartanak, iskolákba járnak, hogy elmondják a fiataloknak. Ezért maradtam életben, írja egyikük. Foglalkozásom holokauszt aktivista, így a másik. Ezt a kötetet is tekinthetjük ennek a munkának a részeként. Lábjegyzetelve vannak a jiddis szavak, a zsidó ünnepek és szokások és a láger szótár szavai, tehát nyilván a nagy közönségnek szólnak a témát, nem feltétlenül ismerőknek ezek az írások. A szerzők rövid bemutatkozása többnyire már önmagában egy-egy életregény, és mindenki megjegyzi, hány gyereke, unokája, dédunokája van, mert akartam gyereket, idézett, hogy megmutassuk Hitlernek, hogy minket nem lehet kipusztítani. Ha nem látjuk a szeretünket a ravatalon, ha nem temethetjük el, akkor még felfoghatatlanabb a halála, akkor a gyászunk a végtelenített idő, eltelhetetlen év. Ma már nem csak fiúk mondják apjuk felett a kardist, de lányok is. Okos, tiszta női öntudattal megírva. Ez a kötet egy kardis az anyákért, nagyanyákért. Köszönet a gyűjtésért, összeállításért és szerkesztésért Pécsi Katalinnak és segítőinek, László Klárának, Surányi Verának és Szekeres Varsa Verának. Nem lehetnek most itt velünk a szerzők közül, mert távol laknak. Judy Cohen Torontóban, Nicole Katz Sydneyben, Frigyesi Judit Izraelben, Jávor Lívia Párizsban, és még többen Izraelben, Nomi Gur, Gartner Kati, és Irma Biderman. De nem lehetünk vele, nem lehet velünk Rácz Éva sem, aki végig szerző társunk volt, az első kötetben is írt, a 12 és Vesen című történetet. Rácz Éva történetét láthattuk, olvashattuk azon a kiállításon is, ami Berlinben volt látható 2012-ben, majd most jön 2013. januárjában és februárjában az Izraeli Kulturális Intézetben. Évával többször együtt voltam Berlinben, a Sós Kávé német kiadásának a bemutatóján, a kiállítás bemutatóján. Nagyon tervezte, hogy nagyon várta ezt a kötetet is. Azt a történetét, amit most megírt, az én unszolásomra írta meg, az egyik arról szól, hogy mi előzte meg az a Dunába lövését, ugye a Dunába lövés története a Sós Kávéban olvasható, a Kopaszra vágva című történet az előzményekről szól, és a másik meg arról, hogy amikor túlélte ezt a Dunába lövést, és hogy került a gettóba, és talált rá az anyjára. Az első történet olvasható Facebookon is, ahova minden szerző egy történetéből felraktunk egy részletet fotókkal, és mivel az volt az elképzelésünk Surányi Verával, aki a fotókat gondozta, hogy minden szerzőtől csak egy történetet rakunk föl, azt gondoltam, hogy a második történet megszerkesztésével, stilizálásával még várhatok, és az utolsónak hagytam. Az utolsó nap, elküldtem neki a korrekciókat, hogy ez most az utolsó magyar írás, utána már csak én beromelyzelszé maradt, amit angolból kellett lefordítani, és másnap nem jött válasz Évától, jobban mondva nem tőle jött a válasz, hanem egy hozzátartozójától, hogy Éva aznap meghalt, amikor az én történetét javítottam. Úgyhogy szeretném, hogyha Éva Rácz emlékére itt meggyújtanánk egy mécsest, és meggyújtanánk annak az 5 másik szerzőtársunknak az emlékére is, akik az első kötetben szerepelnek, de már nincsenek köztünk. Hadd kérjem meg
Panni, Dendrődi Pannit, aki Cseri Bolyának, azt Szászt akartam egyszer mondani, hogy Bolyá, vagy Szászt és Cseri Bolyának a lánya, hogy gyújtsunk meg egy Mécsest Ibolya emlékére, és gyújtsunk meg egy emlékmécsest Gábor Zsuzsa emlékére, Patak Éva emlékére, Hunan emlékére, Lázár Anna emlékére. Úgyhogy valahol én ugye materialista vagyok, és nem hiszek túlvilágban, de hát ha valahol tudnak róla, hogy most rájuk gondolunk. Egy bemutatót csináltam azokból a fotókból, amely a szerzők, a Lányok Anyák című kötet szerzői bocsátottak a rendelkezésünkre. Ezek a fotók engem is különösen érintettek, mert ezeken az arcokon nem tükröződik a múlt, vagy semmi olyan súlyos élmény, amit az ember gondolhatna ezeknek a történeteknek az íróiról. Pont ellenkezőleg, ezek nem túlmutatnak önmagukon ezek a képek. Nem csak önmagukat jelentik, hanem a családi emlékezetet, és ugyanakkor kulturális emlékezet is egyben, történelmi emlékezet, és most nyilvánosságra kerülnek, és közösségi emlékezetté válnak. Ez az összeállítás 9,5 perc körülbelül, és ugyancsak Zahár Fanni és Bognár Szabolcs, két kiváló, tehetséges fiatal zenész, jazzzenészek, és soul zenét is játszanak, ők fogják kísérni. Thank you.
Thank you.
mert képeket a többségünk már látta egyenként, mindenkinek a történetéhez kapcsolódóan felraktuk a Facebookra a lányok anyák oldalra, de azt hiszem, hogy így együtt nagyon mellbevágó vagy szívszorító, nagyon köszönjük vele, hogy ezt megcsináltad. Annyit mondanék még itt a közönségnek a perspektívákról, hogy azt tervezzük, hogy készítünk a könyvből egy e-book változatot is, vagy egy elektromos könyvet, ahol az ugyanígy történt, ugyanezzel a címlappal rendelkező könyv történeteihez az összes fotóanyagot is hozzáteszünk. Már úgy tűnik, hogy alakul az e-könyv kiadónak a gárdája, van már számítógépes szakember, aki meg tudja szépen csinálni a dolgokat, már csak a pénzügyi alapjainkat kell ez megteremteni, annyian pályázni fogunk rá, de ez azt jelenti, hogy ha elkészül, akkor letölthető lesz a megfelelő pénzösszeg befizetésed, ugye tudjuk, aki már eddig is olvasott e-könyvet, hogy ezek olcsóbbak, mint a papírkönyvek, tehát hogy egy kattintással át lehet utalni a pénz, és második kattintással már lehet tölteni, vagy a számítógépre, vagy a e-olvasóra a könyvet megvan, és akkor az összes fényképet is élvezni lehet együtt. Úgyhogy ez a terv. A másik terv, hogy most a kiadás napján már is megkapta a Német Ellenállási Múzeum és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság több éve kooperációs partnerei a nők és holokauszt témában, már is megkapták a kéziratot és kezdik a könyv fordítását németre. A fordítója Doris Fischer, Sherivan felesége, zárójelben mondom, ő fordította már a kiállítási anyagunkat is németre, és a 2014-ben várható a német kiadás. És természetesen lesz könyvbemutatója majd itt Pesten is, és Berlinben is, és kapható lesz a könyv itt és nem Németországban is, és remélhetőleg az Amazonon keresztül, majd mindenhol az egész világon. Az angol változatot pedig Szabó Vera, angol és jiddis fordító veszi a kezébe Jeruzsálemben, és ő a Brandeis University-re pályázik az anyaggal, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb angol változat is lesz, ugyanúgy, mint a Sós Kálinak is megvan a három nyelvű változata. Most megkérjük szépen vendégünket, Vera Meiserst, hogy gyere elő. Azt gondoltuk, hogy ha Vera ilyen kedves és lelkes, hogy ide utazott Tel Avivból csak a könyv bemutatójára, akkor ne olvasson, hanem inkább meséljen arról, hogy mi történt vele. De aki látta már a Facebookon a történet részletét, tudja, hogy Verával mi történt. 8 éves korában egy rövid párhetes bujkálás után a hegyekben feladta magát a család szülők, és akkor ők egy lágerbe kerültek Szlovákiába, onnan elvitték őket Auschwitzba, ahol a szelektálást végigérte egy hideg téli napon, de aznap nem működött a gázkamra, visszaküldték őket Terezinbe. És Terezinbe Veruska egy gyerekházba került, ahol különböző színdaraboknak az előadásában is részt vett, de ezt most már ő fogja elmesélni. Mielőtt úgy látom, nagyon el van foglalva itt a Vera. El vagy még foglalva? Mert a gyerekeimnek be van foglalva. Jó van. Akkor azt is... Bocsánat, kívánok. Jó. Jó. Akkor átadom Verának most a szót, és azt kérem Vera, hogy erről a Terezinről mesélj ide egy lap mellé, jó? Mesélj arról, mi történt azután, ahogy Terezinbe kerültél, mi volt a gyerekházban, miért mondtad azt, ugye van egy meghökkentő mondat ebben a történetben, hogy boldog voltam Terezinben. Ugye, hogy önnek független lettem a szüleimtől, életemben először ezt írod, és hogy foglalkoztak velem és szerettek engem, és plusz a színházazás, hogy erről a furcsa paradoxonról mesélj, hogy lehet boldognak lenni egy gettóban. Szívesen mesélek, de olyan hibákat fogtak hallani, hogy fogtak nevetni, mit lehet csinálni. Szóval se tanultam magyarul. Tegnap gondolkoztam arról, és sose gondoltam rá, mert én mindig gondolkozok, mind is mondjak máma. Nekem az szép a sötét. Nem láncok, Bocsánat. Nem sikerült. Minden esetre, amióta emlékszem magamat, amíg jöttük Terezien a gettóba, mindig anyuka és apukám és én mindig együtt voltam.
amikor érkeztünk Terezinba, az már Auschwitzból volt, hogy ott a gázok nem sikerült nekünk lenni gázolva, mert már nem volt gáz. Aztán pedig lebarduk a gázdal. Látod? Azt, amit csináltak, amit kaptam, mondja, csináltam, nem vegyél és javítom. Tegnap kezdtem arra gondolkozni, úgy élek először, hogy lehet az, hogy engemet egy, még nem is 8 éves, vagy talán 8 éves, hogy én egyszerűen, én úgy látszik el voltam ájulva. Most anyukám már meghalt, csak 58 éves volt, amikor meghalt. De szerencsére egy rohamat kapott, szóval nem kellett pelenkákat váltani, szépen meghalt. És én egyedül vagyok a kórházban, és anyukám már nincs, a nővérem nincs, és mindig meséltem, hogy nagyon jó érzés volt abban a kórházban. Kezdtek engem simogatni. Olyan szépen, ki simogatott, ki nevetett, nem, mosolyogott. Mosolyogtak, és olyan szép neveket, Veruska, Verka, Vierka, csehül, németül, ahogy akartak. És orvos, és Schwester, és közben kezdtek a kezemet hátra mi? Összekötötték hátra a két kezemet, a székút, szét hátam mögött, és a lábamat a székhez, és kezdtek velem nekem magyarázni. Te olyan jó vagy, olyan kedves, annyi sok jókat meséltek rólam, de ha én olyan okos leszek, és nem fogok mondani a fejemet mozogni. Nem mondtad, hogy mondulatot ért rólam, hát az kell, hogy legyen, ez gondolom. Jó, értem. Látod, hogy mondtak nekem, hogy ha én nem fogom a fejemet mozdítani, mert aztán a kés az fog lecsúszni, mert kell kivinni a mandulámat, akkor kapok egy ajándékot. Na hát ki adott nekem 3 éven keresztül valami ajándékot, nem is ígértek, nem is adták, és én pont Katával tegnaptól nem találkoztam, de beszélgetünk nagyon okos dolgokat, hogy ha az ember, ha akar, akkor csinál magának olyan szuggesziót, hogy ami komolyan fáj, az nem fáj. Én mondom nektek, meg is, nem tudom, hogy mondják, hogy mi? Esküdök. Én esküdök nektek, hogy nem fáj nekem, nem emlékszem, hogy valami fáj, mert olyan jól olyan jó volt nekem, olyan jó társaságban, mindenki csak velem foglalkozott, ami nem volt úgy az előbb, és nagyon kíváncsi voltam, micsoda ajándék lesz az. Hát ahelyett, hogy én sajnáljam magamat, hogy valami, hogy az anesztézia nélkül, ott nem voltak semmi gyógyszer, ilyesmi. Hát nem fájt. És kaptam egy dominót. Ez a dominó persze most is megvan, és aki már kapott ezt a figyelmességet, hogy én már voltam itt 2007-ben, én már a költőkkel barátságban érzem magamat. Ott van ez egy link, hogy írtam egy olyan biográfikáló könyve, ahol ami 29 short storyből van angolul. A link az a kompjúterben van, és
azt nem akarták nyomtani se héberul, se angolul, van héberul, az az originál az héber. Mert Izraelben az nem nagyon nagy cikk, az nem az a 50. A holokauszt téma nem nagy cikk, nem, mert most a cikk az a 50, két vagy mi, van olyan beszélek. Szűkő 50 árnyalatot. Hát az megy ezresekre minden nap. Ez nagyon megy. De komolyan válaszoltak, hogy az úgy látszik, nem lesz a bestseller. Nem érdemes. És kaptam a grantot is, még a pénzre sem. Na és olyan buskabok lettem, hát a lányom mondta, hát anyuka, mit kell neked? Az erdőket annyira szereted, az erdőket, a fákat. Hát ottan én voltam, vagy egy és fél hónapig eldugva a hóba. Hát mit kell ezeket az erdőket lerágni a papírra? Inkább legyen internetbe. És hát, ő... Tehát mesélj a színházról neki, és mit játszottál, most a paducokban. De őt nekik mennek aludni, nem? Minden esetre nem tudom mostanáig, hogy lehet az, hogy a vagon jött, anyukám jött velem, hát volt velem a vagonban, a döverem is. Hol voltak ők, amikor nekem ezt a dominat adtak már, a operációban nem is meséltem. Hát ha én lennék egy anyuka, akkor, és már egy pszichiáter mondta nekem, hogy én tudjak meg, hogy azt nem lehet így gondolkozni, hogyha én lennék, de más nem te, de nem én. De minden anya gondolom, hogy egy olyan 8 éves gyerekkel töltne, és kíváncsi lenne, hogy miért van a tanár a kórházban. És az a 12 és fél nővérem, az és ottan a Terezinkben nagyon humanisták voltak az emberek, szóval tudná valaki aliszkát valakinek adni, és mégis törődni. Hát vagy egy-két nap után, amikor voltam gyönyörű, ott van az a katona, az a Terezin gettó, az volt Mária Terezia katona, nem tudom. Kaszárna, pontos. Kaszárna, de nagyon szép volt. Istálló a hogy is ilyen, és volt a kórház. Olyan magas tettű. Szóval csak jókat tudok Terezinből, szóval aki az internetben elolvas valamit, hát fogja tudni. Én hálás vagyok, amikor voltam Amerikában, meghívtak, mert Terezinbe, miért volt olyan jó? Hát aránynak, ami volt erdő, az aránynak az erdőbe és a megfagyni, és már egyszer voltam a 42-ből, már voltam a marha vagonban, de kivettek minket, mert apuka csinált a szögeket a patkóknak, hát nagyon fontos voltunk. Hát ki kellett mászni, és ott hagytam, nem is tudtam elbúcsúzni az nagyapám, az egész család ott maradt, és mi leszálltunk, és többet nem látok őket. De Kata mondta, hogy én nem megyek, csak anyukáról és Terezinről beszélek. Hát most a vagonon nem beszélek. Minden esetre Terezinbe én most hogy pont 70 év, holnap leszek 77 éves. Mindegy nekem úgy sikerült, hogy a születésnapom, de van nem vagyok otthon, spónnak ajándékokat. Komolyan, egyszer voltam 70 éves, és a nagynéném a sírköd volt Antwerpenben, és ahelyett, hogy 70 éves, ott szoktak valamit ünnepelni, és én voltam a sírkő, a nagynéném sírkő. Kísérője, már nem volt kísérni, mert már ment volt. Szóval
Szóval ottan önálló voltam, amikor kivettek a mandulát, aztán önálló voltam a gyerekházban. Anyuka, én gondolom, hogy a háború tönkretett anyukát, tönkretett egészen anyukát. Hát az a könyvben van írva, hogy amikor... Nem, az nincs írva. Csak ezt kell írni. Azért nem is emlékszik pontosan, hogy mi van a történetben, mert négy különböző történetéből állítottam össze ezt a történetet. Már nem is tudja, hogy melyik miből van össze szabva. Úgyis olyan jó, hogy minden esetre anyukám háború után egészen tönkre volt téve. Az, amikor már szabadultunk, hogy nem volt olyan kedves, mint más tevezőben velem, azt meg lehet érteni. De addig annyival be voltak, nem akarom azt a szót mondani, mert az nem idik, mindenki be volt úgy, hogy nem tudott mosolyogni, nem tudott mesét mesélni. Hát ott, amint múmiák voltunk az erdőbe, és én játszottam a kleidoszkop, van én volt nekem kleidoszkop, a hónak vannak olyan mindenféle, olyan szép a hó, amikor esik, mindig más csillag jön be, de ez volt az én kleidoszkop. Most a Tevezinbe nem szabad volt tanulni, én amikor megszabadultunk, akkor voltam analfabet, én tudtam csak négy betűt, vi, e, A és A, Vera, amit tudtam aláírni az én gyönyörű rajzommal, ami meg is van mentve. Megkérjük a Verát, hogy... Vera nagyon el van. Az anyára foglalkozni. Persze. Ő most a gyerekeimnek csinál az, hogy én itten beszéltem. Mivel, hogy most születésnapod van éppen, és hogy velünk töltöd a születésnapot, szeretném az első sorskávé díjat átnyújtani születésnapod alkalmából. És köszönjük! A színeidhez pont most megy, bár nem tudtam, mi beleszek. Ez már fog itt lopni. Mondjuk 23 egy szobába, három emeletes ágyba. Ott én megtanultam, hogy kell minden szépen összevasszni. Ott megtanultam, hogy kell mosogatni, mert már volt mivel. A higiénát. Ott megtanultam becsülni más. Átdalakot. Igen. Hát ez a dal, az egy evangélikus, pont az, evangélikus pásztor írt egy gyerekkönyvet, hogy úgy hívják, hogy Szent János Bogár, az a gyerekkönyv. És amikor voltunk Tevezinbe, volt egy olyan dramaturg nő, már kitanulva, Várás Nova, egy cseh, aki ebből a könyvből csinált egy szenáriót, és csinált egy gyerek színház. Ezt a gyerek színház 36-szor volt a színház, előadás. Szóval a gyerekek boldogak voltak, táncoltak, az volt egy kicsit musical olyan, mert táncoltak, és nagyon olyan
az arról van szó, hogy éljen a Szent, a Szent János Bolák család, az az egész a világnak kell, hogy adjon világítást. A Szent János Bogán, én a Katica Bogán olyan sikesül, olyan szép. Ugye érted? Az igaz? Nagyon szépen köszönjük, Vera! Köszönjük! Minden a cserépkájhánál kezdődött. Minden a cserépkájhánál kezdődött. Mindig ott ültünk. Csak később terültek át a családi beszélgetések a konyhai vasárnapi asztal, majd a szülők szobájába, a 60-as évek tipikus szocialista dohányzó asztala köré. Már más témákkal, más hangulatban. Egy közbevetés. Nekem gyerekkoromtól sok bajom volt az anyám nevével. Hán Klárának hívták. Mikor a nevét be kellett diktálni hivatalos helyeken, mindig ki kellett betűznem a nevét. H-A-H-N. Majd fonetikusan így. Hakn. De sehogyan sem értették, vagy Hán, vagy Han, vagy Hán lett belőle, de sohasem Hán. Mintha nem létezik, csak nem az anyámmal van baj. Másrészt nagyon szerencsém volt, mint ez lassacskán, más holokauszt gyerekek, szik, élményeiből lassan világos lett a számomra. Mikor iskolába mentem, én már tudtam, hogy zsidó vagyok. Tudtam, és nem megtudtam. Ráadásul a zsidóságomra büszke is voltam. Ezt a büszkeséget kicsit sem kezdte ki, amikor a sárgás, meleget és biztonságot árasztó cserépkájhánál hallottam a szüleimtől, hogy szóval hallottam azt, amit így mondtunk, Auschwitz. Még ekkor is alsós voltam, és körülbelül annyit fogtam föl, hogy Auschwitz, zsidó, Hitler. Hogy ez utóbbi pontosan ki volt, azt nem tudtam, de azt igen, hogy összefügg a mami karján lévő számmal. Amit a számot kifejezetten szerettem, ahogy az arcának a bőrét is. Én akkoriban a karon lévő szám és az arcbőr milyensége szerint szortíroztam a néniket, mami típusú anyákra és nem mami típusú anyákra. Meg az is kiderült számomra, hogy Judittal, a nővéremmel, nekünk azért csak egy nagyszülőnk van, mert a mami szülei Auschwitzban elpusztultak, ahogyan otthon mondták. A másik nagyapánkat 41-ben agyvérzés vitte el, ő meghalt, nem elpusztult. A kályha körül 1956 után is folytatottak a mesélős esték. Hogy milyen sűrűséggel, arra egyáltalán nem emlékszem. Naponta, hetente vagy havonta, vagy még ritkábban, esetleg éveken át. Az elbeszélés két forrásból putyogott elő, mégis egyetlen kör köré épült valahogy úgy, ahogy a vízbe dobott kavics körül fodrozódik a víz. Mesélt anyám, mesélt apám, és soha nem versengtek. Ez valódi csoda, ahogyan ma visszaemlékszem erre. Nem versengtek, nem akarták túlszenvedni egymást. Auschwitz és Ukrajna. Koncentrációs tábor és munkaszolgálat. Nálunk, a mi családunkban az anya és az apa, a nő és a férfi. Ebben a sorrendben volt valami csöndes alázat. Az egyik a rettenet, a másik az embertelenség. A rettenet fölfoghatatlan, túl van rajtunk, embereken. Az embertelen, a kifordult emberség még őrzi kapcsolatát az emberrel. Az anyám, mami köré a rettenet meséje szövődött. Lassanként megtudtam, hogy Auschwitz jelkép, az ördög a részletekben, egész pontosan Birkenau-ban rejlik. Auschwitz munkatábor, Birkenau megsemmisítő tábor, ezt anyám mindig hangsúlyozta. Kicsit túlzónak találtam akkor ezt a precizitást. Pedig, mint később megértettem, a kérdés az volt, van krematórium vagy nincs? Maga a mese csupa állóképből áll. Appelplatz, barak, szelektálás, fekete kenyér, prics, krematórium gázkamra, zunderkommandó, rikoltozó cigányok, itt hang is van,
lengyelek, zsidók és csak nagyon kevés emberünk. Bajtársnők, barkóbázás tetkával, egyikük Jézusra, a másikuk Mózesre gondol. Elmerültek a játékban, másnap appelra mentek, majdnem oda vesztek. Ám Auschwitzban Jézusra gondolni barkóbázva, Mózesre az még jó, de hogy Jézusra? Akkor, amikor épp a keresztények? De épp ez az, nem a keresztények, hanem az árják. Akkor ez nekik majdnem az életükbe került, nem jelentett meg időben az Appelplatzon, és nem tudom, hogyan úszták meg, hogy elbarkolbázták az időt. Elbarkolbázták az időt. Elfeledkeztek magukról. Nekem ez nagyon tetszett, ezt is megtanultam. A zsidónak nem a keresztény az ellentéte. Mert hát gyerekként az is tetszett, hogy mamit ma nem lelőtték, mert ugye úgyse, just lelőtték le, hiszen megszült engem, szóval itt van a maga valójában. Az ember gyerekként így gondolkodik. Ennél gondolkodik, érez. Az Auschwitz nép mellé lassan oda került a Mengeléjé, aki egyszer megvizsgálta. A szó megvizsgálta, évekig, évtizedekig kísértett, kísért ma is. Ahogyan a Birkenau-ai. A mamám, mami beteg volt, és a Mengele megvizsgálta, de megúszta. Tehát nem. Nem mi. Lehet, hogy meg sem vizsgálta, hanem csak ránézett. Ha az ördögnek kell ősképet keresni, akkor nekem ez ugrik be. Még most is félek tőle. Mami soha semmilyen borzalmat nem mesélt. Éheztek, fáztak, ezt tudtuk. Mindig azt mondta, hogy a szürkeség, meg a sár. Ezt a Kertész Imre is leírja. Abban teljesen ráismerte mindarra, amit az anyám mesélt. Mert ez nem Auschwitz, hanem Birkenau, ahol krematórium volt. És a szürke, a minden beborító sár. Ő neki a halálfélelme a cigányok visításán keresztül jelent meg. Az szívszorongató volt. Tehát van a fázás, az éhezés, a sivítás, a negyedik pedig a Mengele. Mi gyerekek számoltuk, hogy ki volt a családból külföldön. És külföld akkor a határ a vasfüggöny volt. Megkérdeztük Judittól, hogy beleszámolhatjuk-e Auschwitzot. Hogy mami nem maradja le az apám mögött, aki volt már külföldön. Bécsbe ment ki egy barátjával, ahol udvari énekes volt, bérházak udvarában énekeltek, remélve hát, ha letopnak nekik pár pfenninget. Gyerekként még arra is gondoltam, hogy mami csak 9 hónapot töltött a táborban, api szegény 27-et muszosként. Az én szüleim nagyon jól éltek, nagyon szerették egymást, és nem volt köztük semmifajta rivalizálás. Ezt persze akkor nem fogalmaztam így meg, csak utólag visszagondolva látom, hogy egyáltalán nem volt olyasmi, hogyha az apám mesélt, akkor az anyám jelentkezett volna, hogy gyebezzek Auschwitz. Apám mesélt, anyám mesélt, vagy mind a kettő. Ha az egyik mesélt, a másik teljesen ott állt mögötte. Az apám meséi mindig napsütésesek voltak, mert férfiak voltak, munkaszolgálatosok. Közben felnőttem, mamival elváltunk. Nem elváltunk, hanem élni kezdtem a magam életét, mondtam talán neki, ő meg így mondta, te mész a magad útján, én meg baktatok utánad. Én már 20-valahány éves voltam, amikor mami egyszer csak előállt avval, hogy tanítsam héberre. Én akkor már tanultam héberről a Komorodzi Géza professzortól. Mami gyakorlatilag a nulláról kezdte. De azért héberül olvasni tudott, ahogy én, mikor elkezdtem a tanulást, nem. És akkor egyszer az alapimát, a Sunát olvastuk. Ő járt hozzám. Egy csomó mindent megértettünk. Nem nyelvtanulás volt igazán, inkább zsidó tanulás, vagy visszafelé tanulás. Az anyámat tanítottam héberre. Neki is, nekem is nagyon fontos volt. Egy ellopott gyerekkor után. Kérem Lengyel vagy Annát, hogy olvassa föl a története részletét. Az a címe az írásomnak, hogy mindent anyámról, ez persze Álmodovártó vettő kölcsön. Dömetek, ha nekik esredettem, vixoltam a parkettát.
Ezen a héten ő volt a soros takarító. Ez egyszerűen lehetetlen, gondolta dühötten, itt képtelenség tisztaságot tartani. Hogy néz ki ez a lakás? Csinálhat itt akármit az ember, szemetel, koszolnak. Hát ebben volt valami. A Holland utcai Csillagosház második emeleti háromszobás lakásában momentán 36-an éltek, csupa asszony, öreg és gyerek, összesen 7 többtagú idegen család osztozott a földre terített matracokon. A kölkök randalíroztak, a nők lábosokon és kredencpolcokon veszekedtek a konyhában, vacskukra megtérve meg azért imádkoztak, hogy végre hírt kapjanak a munkaszolgálatban eltűnt férjükről vagy fiúkról. Nem egészséges dolog ez az együttlakás, dobogott bőm Etelka, amint keze fejével hátrasimított egy rakoncátlan göndör fürtött a homlokából, hogy tovább folytassa a barló fényesítést. Csinos fiatalasszony volt, 32 éves. Tisztaság és rendmániája már gyerekkorában is megnyilvánult, bárha lehet, az a helyszín a Haller utcai prolitelep még reménytelenebbnek bizonyult, mint ez itt. Az egyetlen szobában szüleivel és 4 felnőtt korú testvérével együtt osztoztak egy keskeny ágyon és 2 sezlonon, amelyek teljesen megtöltötték a helyiséget. A szobakonyhás lét zsúfoltságánál csak a szürkés konyhakövön és az öreg sezlonokban megbúvó poloskák és vápokarak voltak tűrhetetlenek. Beck, meg a falakból, sőt az ágyneműből áradó kiirtatlan káposzta főzelékszak. Mióta az eszét tudja, saját önálló fürdőszobás kis lakásról ábrándozott olyanról, ahol még minden ragyog, és amiben édes Istenem még előszoba is van. Meg is szerezte, vagy 5 éve a Nürnberg utcában, és talán, amikor férhez ment a Nürnberg utcában, Anácska már abba a tip-top kis egyszobás komfortos bérlakásba született, és talán az időt végezeteig maradt volna ez a kombinált szekrény és boldogság, de beértek a németek, aztán meg Szálasiék, hogy a fene ette volna meg. Költözni kellett ide a Csillagos házba, de nyugodtan nevezhetnénk őrültek házának is ebben a káoszban. Bizonyos dolgok azért eljutottak az emberek fülébe. Állítólag egy szökött munkaszolgálatos mesélte a szomszédos házban lakóknak, hogy egy nyáron marhavagonokba rakott vidéki zsidókat nem munka, meg megsemmisítő táborokba hurcolták Lengyelországban, vagy Németországban, és hogy ott gázkamrákban megölték, aztán meg elégették őket. Azt meg éppen Schwarzmoortól, a Mészárostól hallotta Bőmetep, hogy itt Pesten összegyűjtik, kihajtják, és egyenként a Dunába lövik a zsidókat. Bőmetep a nem dőlt be ilyesfajta híreknek. Háborúban persze sok minden szörnyűség megesik, látott ő már nem is keveset, de azt, hogy itt, a szülővárosában, ahol játszanak a mozik, lassan mindenki a karácsonyi bevásárlásra készülődik. Járnak a villamosok, meg a buszok, működnek a telefonfülkék, ahol lehet élelmiszert, sőt, tisztítószereket is kapni. Szóval, ahol tulajdonképpen még béke van, az megtörténhetne, hogy a járókelők szemmelátára ártatlan embereket lőnek tarkon. Ez egyszerűen képtelenségnek tartotta. Hülyeség nem létezik, eleve annyira sok se képesek, jelentette ki a hentesnek, ellentmondást nem tűrően Bőmetelka. Általában nem tűrte jól, egész lényével elutasította a hisztériát, meg az észszerűtlen dolgokat. A sárga csillagot is annak tartotta, de hát azt muszáj volt viselnie, nem olyan bolond, hogy ne hordja és ezzel az életét kockáztassa. Ennek az épúznak is vége lesz egyszer, rajtogatta a szüleinek, akiket persze magával hozott a Haller utcából. Nehogy idegenek közé kerüljenek egy másik csillagos házban. Most éppen átvitték Anácskát a szomszédba, legalább van ideje valamit főzni. Ekkor, most kihagyjuk egy részt, ekkor hallotta meg a zajt. A dübörgő csizmás, bakancsos lépteket a lépcsőházból. A hangok egyre erősödtek, kiáltások, parancsszavak, németül, magyarul, aztán berontottak a lakásban. Körülbelül 10 lehettek, náci suhancok, csendőrök és mindenkit összetereltek a házból. Bőm Ignác riadtan kapta magára rossz téli kabátját, annak meg őröltöztette fel gyorsan a nyakába, dobott egy meleg sálat, és már hajtották is őket lefelé, az összes emelet összes lakóját ki a kapun, végig az utcán, a Szent István parkig. A történet továbbiakban arról szól, hogy meg tudtam én, mint Anácska, végül is felolvasni ezt a történetet. Éppen a Dunáról és előtti időkről, percekről. Köszönöm szépen!
Mielőtt az utolsó programpontunkhoz érnénk a dedikáláshoz, szeretnénk még megköszönni fotós kollégáinknak, Jávor Istennek, nem tudom, hol van, hogy fotózik itt rendületlenül, és Klein Lászlónak, hogy videózik rendületlenül. A fotókat és rövid klippeket föltesszük majd a Facebookra, a Lányok Anyák oldalra, vagy ha nagyon szépen megkér engem valaki, akkor annak el is küldöm e-mailben. Úgyhogy ez majd csak később, ezért néhány hetet hagyjatok ezeknek a letöltögetésére. Jó? Nagyon szépen köszönjük! Tessék, igen, de kis zenét fogunk kérni, és közben kivonulhatunk könyvet venni és dedikálni. Azt fogom kérni, hogy a szerzők, hogy próbáljatok, amíg az asztalok megtalálhatók innen, az átrendezettek a székek, próbáljatok az asztalokhoz leülni, négyen legalább egy asztalhoz, és aki meg dedikáltatni szeretne, hogy gyülekezzenek ott a szerzők körül. Jó, és még maradjunk, és lehet smúzdolni, és örülni egymásnak, és örülni a könyvnek. Köszönöm, hogy eljöttetek.